Úgy tartja a mondás, hogy Magyarország a 10 millió foci szakértő hazája, ám abban a kritikusok és talán a szurkolók is egyetértenek, hogy a magyar válogatott legújabb reménysége a nemrég a Sákéhez igazolt 26 éves támadó Szalai Ádám. Ami nem is csoda, hiszen a legnagyobb sporttal kapcsolatos médiumok őt nevezik meg a legveszélyesebb magyar játékosnak, már ami a románok elleni mérkőzést illeti, és átnézve Ádám referenciáit igazából nem is lepődhetünk meg rajta, hiszen ez ideig a 2013-as, 2014-es szezonban 4 gólt sikerült abszolválnia a Schalke színeiben. Eme teljesítménnyel egyébként a Milán botrányhősével Mario Balotellivel is felvette a versenyt, aki ugyanennyi találatot focizott össze az idei szezonban. Természetesen nem csak a Schalkével kíván jó eredményeket elérni a fiatal csatár, komoly tervei vannak a válogatottal is. Természetesen nem lett más célom, mint hogy sikerüljenek a selejtezős mérkőzések, és végre kijussunk egy nemzetközi tornára, ami most jelen pillanatban világbajnokság. Ádám tehát céltudatosan készül a pénteken Bukarestben megrendezésre kerülő VB selejtezőre, s a média által rárakott felerősséget pedig egyáltalán nem éri meg teherként. Profi labdarúgóként azért az embernek sikerült már ezt a dolgot kezelni, úgyhogy semmiképpen sem nevezném tehernek, mindenképpen még fel pályára, hogy azt csinálhatom, amit legjobban szeretek, úgyhogy semmiféle teherről nem beszélni. És bárki bármit mond, Szalai már pedig profi. Olyannyira, hogy tudta, ha eredményes szezont akar, nyáron igazán ki kell pihennie magát. Baráti társasággal többször el szoktunk járni ilyenkor Amerikában, amikor van egy pár hetünk, úgyhogy ezt a túrát most is megcsináltuk, illetve Franciaországban. Ádám tehát kipihent, céltudatos és gólerős. Nem csoda tehát, ha nem csak klubcsapata, de a magyar válogatott is reállapoz szeptember 6-án Románia ellen.